Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Ezen a Gellért-hegyi telken pedig sok fát kivágtak, majdnem százat. Ez az a telek, ahová Mészáros Lőrinc cége épít luxusvillát, az építtető pedig az állami útépítéseken több száz milliárd forintot nyerő Duna-aszfalt tulajdonosa Szíj László. Így nézett ki a terület két éve az építkezés megkezdésekor, majd egy hónappal később, és így néz ki most. Lassan elkészül az ötemeletes, majdnem 900 négyzetméteres lakóépület, amelyben 8 személyes lift és 8 állásos garázs is lesz majd. Mint arról beszámoltunk, a majdnem 100-ból 27 fát az építési engedély kifejezett tiltása ellenére vágtak ki a telekről. A 444.hu azt írta, az ügyben már a rendőrség is nyomoz természetkárosítás miatt. Két éve a fák kivágásakor még azt hirdette a tábla, hogy a generál kivitelező a Felcsúti Mészáros és Mészáros Kft. Igaz, az őr már ekkor sem szívesen mutogatta a feliratot. Mészáros Lőrinc cégének neve még tavaly decemberben is olvasható volt, most arra viszont új táblát raktak ki új kivitelezővel. A Mészáros és Mészáros Kft. Megkeresésünkre épp az új cég projektvezetőjére hivatkozva közölte, hogy valóban kivágtak majdnem 100 fát, ezért cserében 410 ültetését rendelt el az önkormányzat a telken kívül. Azóta azonban kiderült, hogy nincs erre hely az első kerületben. Ezért a cég szerint valószínű, hogy pénzzel kell kiváltaniuk az ültetést, ami 25-30 millió forintba kerülhet. Valószínű, ez előre meg volt beszélve, hogy nem kell majd a fákat elültetni. Ezt már az LMP kerületi képviselője mondja, aki szerint elképzelhetetlen, hogy nem találnak helyet az új fáknak. Lehetetlennek tartom, hogy az első kerületben ne lenne hely 410 új fa elültetésére, amik ugye természetesen nem pótolják a 100 régi fát. Az önkormányzat írásban azt válaszolta, a kivitelezőnek valószínűleg valóban kell pénzbírságot fizetnie az engedély nélkül kivágott fák miatt. De a 410 fát ettől függetlenül el kell ültetnie, mégpedig azok után a növények után, amiket engedéllyel vágtak ki.